A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit december 13-án, kedden, 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban is sokszínű kulturális beszámolókkal várom Önöket. Népi énekes koncert, mese musical, képzőművészet, klasszikus muzsika és egy népszerű beszélgetés sorozat beszámolóival várom Önöket. A Szent István Művelődési Ház vendége volt a junior primadíjas Gubinec Ákos. A kiváló népi énekes a Határtalan férfi ének című lemezének dalait hozta el Székesfehérvárra. Határtalan férfi ének címmel rendezték meg a junior primadíjas Gubinec Ákos lemezbemutató koncertjét a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A népi énekes citerás előadó művész idén vehette át a rangos elismerést a népművészet és közművelődés kategóriában. Egészen gyerekkoromtól kezdve foglalkoztam a népzenével és a népdalokkal, de mégis Székesfehérvár nagyon fontos állomása volt az életemnek, hiszen a Herman Konziban töltött évek meghatározták a pályámat, és a egyenes út vezetett, hál' Isten, a Zeneakadémiára azt követően. És a mostani lemez témája pedig egyértelműen a határon túli magyarságot öleli fel, hiszen határtalan férfének, ahogy a címe is mutatja, és határtalan területtől függetlenül, generációktól függetlenül, és társadalmi helyzettől függetlenül, hiszen azt valljuk, hogy a népzene és a zene egy olyan műfaj, amely függetlenül, hogy melyik országban él a világon, mindenki meg tudja érteni, még akkor is, ha akár nem azt az adott nyelvet beszéli, mert a zene egy közös nyelvünk tud lenni. A koncerten megszólaló dalok mindegyike a mai Magyarországon kívül eső, de korábban közigazgatásilag vagy nyelvjárás szempontjából hazánkhoz tartozó területekről származnak. A Trianonkor elcsatolt területekről beszélünk ugye itt most elsősorban. Az első lemezen, ami most egy éve jelent meg, és annak a bemutatója van ma tulajdonképpen ott a déli és a délkeleti sáv, tehát Muravidék, Vajdaság, Szlavónia, valamint Erdély több területe is szerepet kap ezen a lemezen, és a jövő évre pedig a második részét tervezzük, amely értelemszerűen majd az északi, illetve a nyugati sávot öleli fel. Tehát tulajdonképpen igyekszünk ezen a két lemezen bemutatni egyrészt azt, hogy mennyire sokszínű a Kárpát-medence népzenéje, és mennyire sokszínű a férfi életsors repertoárja, hogy megtalálhatók a katonadalok, a pásztor repertoár, a keserves, amelyet talán kevesen tudnak, vagy akár a ballada éneklés, és még lehetne persze a sort hosszan folytatni. A Határtalan férfiének program hidat képez a világ különböző pontjain élő magyarság számára, egy olyan lemez, amely ha bemutatásra kerül oktatási intézményekben vagy akár koncerttermekben, mint Székesfehérváron is, fontos a határon túlélő, illetve a világon szétszóródott magyarok körében egyaránt. A
azt gondolom, hogy a minden ember, vagy minden művész életében az egy pozitív pont, hogyha még akkor is, hogyha jó magam sem a díjakért dolgozunk, hanem azért, hogy tegyünk a kultúránkért, és valami közös dologért. De mégis az elmúlt időszakban, éppen a Junior Prima díj után fogalmazódott meg bennem az, hogy valójában mennyire jó visszajelzés az, hogy akkor tényleg jó úton haladok, és igyekszem azért tenni, hogy a népzene és a zene mindenkinek átadható legyen, és mindenkinek átadjuk. A Szent István Művelődési Házban megtapasztalhattuk, hogy Gubinec Ákos törekvése, hogy a dallamok kiválasztásánál a Kárpát-medencében ismert és kevésbé ismert férfi adatközlők repertoáriát mutassa be, maradéktalanul teljesült, és szívet melengető példát adott a hallgatóságnak is. Azt gondolom, hogy az mindenképp jó út, hogyha valamilyen kultúra iránt elköteleződünk. Tehát, hogy egyre több gyermeket és fiatalt látunk néptáncolni, népzenélni vagy kézműveskedni, és pontosan ez a cél, hogy komplexen lássák a népművészetet, mint ahogyan ez élt a régi paraszti kultúra fejében is, a paraszti ember fejében is. És azt gondolom, hogy ennyien művelik a népi kultúrát, ez egy nagyon jó jel, és bízunk benne, hogy ez a szám még csak egyre növekedni fog. A nagy sikerű lemezbemutató koncerten közreműködött Csörsz Rumen István, a Muzika Historika Együttes vezetője mellett a Tarsoly Zenekar és a Zeke Band. A Vörösmarty Színházban nagy érdeklődés mellett mutatták be Pataki András rendezésében a Vadak Ura című mesemusicalt. A Soproni Petőfi Színház és a Reproduction táncművészei felejthetetlen estével ajándékozták meg a gyermekeket. A Vadak Ura egy izgalmas családi musical, amely nem csak gyermekekhez szól. Egy nagy erdő tele állatklánokkal, akikre számtalan veszély leselkedik, akiket kalandok sora vár, miközben megküzdenek a hatalomért, a Vadak Ura címért. Vona Tibor az ötletgazda és az alkotócsapat kreativitása az előadás minden pillanatában tetten érhető. Van egy bulvár sztori rész a történetnek, ugye nekem három fiam van, és mindig el szoktam mondani, hogy a legidősebbet telibe kapta az Oroszlán király, Középsőt a dzsungel könyve, a legfiatalabbnak valamit ki kellett találni, és akkor ebből lett a Vadak Ura. Régóta érlelődött bennem Sebestyén Áron zeneszerző közös bevonásával, aki Dés Lacival ugye a dzsungel könyve dolgozott együtt, és dolgozik együtt mai percig nagyon sokat, hogy kéne valami új, valami frissebb. Majd én pászolom a helyzetet! Mennyire szépen téli álmot elő! Mióta az öreg fiú szeretett! Ön az ő volt és ön imádó, folyton a saját arcképében gyönyörködött, azt nézte a tón! Persze, mert híró! Az én feladatom egy nagyságrendileg 40 oldalas libretto jelenetekre bontott libretto kidolgozása volt, és ezt töltöttem meg Egressi Zoltán szövegekkel, dalszövegekkel, Müller Péter Sziámi, Sebestyén Áron dalokkal. A jelmez tervezés Zséli Csilla, ami csodálatos a sikeredet, és ne felejtsük el Pataki András rendezőt, vizuális kreatívok, a Forwards Production csapata, ami megjelenik ezen a közel 75 négyzetméter lett fal mennyiségen. Tehát egy nagyon profi csapat, egy sok alkotós, valóban egy nagy produkcióról beszélünk, és hát volt 8 hónapunk, hogy ezt készre tegyük, és tavaly október 15-én, tehát közel egy éve járunk most a premier után,
ezen a nézőtéren ott ült Szikora János igazgató úr is, tavaly október 15-én bemutatott a Ramban a csoda. Na, bocsánat! Mit keresel itt, agyar kiskom? És ki ez itt vele? Csak nem a vacsorán. Kedves idegen, aki eltévedt és haza akar jutni. Kedves idegen. Ó, hát, innen kijutni is nehéz lesz. Ha? Nem úgy hazajutni. A darabban megtapasztalhatjuk, hogy az erdőben bizony bármi megtörténhet. Még az is, hogy Balkó a farkasok vezére is behódol és elfogadja Agyart, az ifjú vaddisznót az erdő urának, aki nem csak azuk a varacskos disznólány szívét hódítja meg, hanem az erdő lakóiét is. Mindez kiderül a fülbemászó dalokkal teli mese musicalből, amely kicsiket és nagyokat egyaránt elrepít a képzelet varázslatos világába. Érdekes kirándulás mindig állatok bőrébe bújni a színpadon, mert egyfajta kettősséget vet föl, hogy mennyire éljük át azt a szerepkört, hogy mi négy kézláb próbáljunk meg közlekedni, mint ahogy az állatok többsége, vagy inkább azokat az állati tulajdonságokat próbáljuk meg ráhúzni azokra az ember által életre keltett állati figurákra, amiket esetleg össze tudunk így fésülni az állati és az emberi életből, és mi inkább ezt választottuk, tehát a farkas is, meg a medve is két lábon jár, meg a róka is két lábon jár, annak ellenére, hogy az életben ez nem így van, de inkább viselkedés jegyeibe próbál meg a farkasra, a medvére és a rókára hajazni egy kicsit. Hát reméljük, hogy jól sikerült, és a gyerekek tetszését el fogja nyerni, de tényleg egy családi musicalről van szó, tehát nem csak a gyerekeknek szeretnénk tetszeni, és nem csak a gyerekeknek és a gyerekekről szól ez a délután, hanem a felnőttekről és a szüleikről is. A mesében természetesen meglakol a gonosz, jelesül Agoni Szurfi, aki számára a természet az erdő nem más, mint egy hely, ahol büntetlenül kiélheti gyilkos hajlamait, amelynek aztán, mint a jó mesében, megállt parancsol a jó. Segíts! Húzza! Segítsen! Azért örülök a lehetőségnek, ugye én Agonisz vagyok ebben az előadásban, Agonisz a vadász, mert pont az ellenkezője, mint én. Ez a vadász, ez egy vérengző, fennevad, egy kegyetlen, ugye ez az egész előadás az állatok szemszögéből van bemutatva, az ő életük van igazából megmutatva, és ebben én egy negatív figura vagyok. Na de hát én tök jó fej csávó vagyok. Úgyhogy ebből a szempontból ez egy igazán fantasztikus lehetőség volt nekem, egy nagy kihívás volt, ráadásul egy nagyon jó nótát kell benne énekelni, egy jó kis szőrösebb gonosz figurát kell alakítani, úgyhogy én nagyon örülök neki. És különösen örülök annak, hogy bemutatjuk ezt az előadást itt Székesfehérváron. Nekem közel, nagyon nehéz kimondanom, de közel 20 évvel ezelőtt volt itt lehetőségem koprodukcióban próbálni a Diótörő és Eger Király című előadást, úgyhogy nekem ilyen értelem ez egy nagy visszatérés. Minden nép, ha te itt lennél, csak azt szeretném, hogy itt maradj, hogy el ne hagyd. A musical ötvözi és kínálja a szeretnivalót a veszélyekkel és katartikus pillanatokkal bőven dúsított történetet, amelyhez a tematikus díszlet és a látványvilágot biztosító vizuális élményt egy ízig-vérig 21. századi megoldásokkal dúsított LED fal díszlet hivatott biztosítani. Festeges Timivel alkotó műhelyben nyílt meg Komjáti Anett és Biszák László festőművészek kiállítása. A szekszárdi alkotók tárlata egy új szemszögből mutatja meg az embert és környezetét. Új utakra indult a Sturc alkotó műhely. A Festeges Timivel belvárosi stúdiójában egy olyan képzőművészeti tárlat nyílt meg, ami két kivételes művész alkotásain keresztül mutatja be a különböző művészi attitűdöket, azoknak a gondoskodó tisztelettel megért utaknak a végét, amely nem más, mint egy-egy vászonra álmodott pillanat.
Az én kapcsolatom a két alkotóval, egy baráti kapcsolat Lacival, talán 30 éves barátság fűz minket már össze, így a pályafutását végigkísérem, és rajta keresztül ismertem meg Anettet is. Két teljesen más stílusban, teljesen más hangulatban festő művészről van szó. A képeik stílusa, hangulata egyelőtt szinte összekeverhetetlen. Itt kevéssé ismerik talán őket, de a déli régióban egészen jól. Vannak olyan témák viszont, amik összekötődnek, és ugye Anett a belsőt szeretné megjeleníteni a képein, az embereket ért megpróbáltatásokat, viszontagságokat, és hogy ezek hogy ülnek ki külső jegyként az arcra, hogyan tükröződnek vissza, ezt igyekszik megmutatni fiatal, középkorú és idősebb alanyain keresztül. Laci pedig hangulatokat, itt ezen a kiállításon hangulatokat, érzéseket ragad meg, és nem akarom ellőni a poént, hogy hogyan, ezt, hogyha valaki megtekinti a kiállítást, rá fog jönni, hogy mi az összefüggés, miért van az, hogy a művészetet érezni kell. Komjáti Anett festőművész, a szekszárdi művészeti élet aktív, ismert és elismert tagja. Portré sugárzó, lényegbe látó eredetiséggel mutatják meg a láthatatlant, mindazt, ami az embert önmaga gyarló tükörképévé teszi, megerősítve a kimondhatatlant. Én vagyok magamnak. Engem mindig is az emberek érdekeltek, mindig is az ember, személyiség. És kislánykoromban is már emlékszem, hogy szemeket rajzoltam mindenhová. Én tavaly végeztem a Wesley János Lelkészképző Főiskolán művészetterapeutaként, és ott mentünk egy kicsit mélyebbre, hogy mit viselünk igazából a maszkunk, a perszónánk mögött, és engem ez annyira inspirált. Annak ellenére mondom, hogy mindig is az ember volt a középpontban, de az, hogy mi lakozik belül, és milyen komplexusokat, traumákat viselünk, vagy hordozunk belül, és ezek hogyan jönnek ki a felszínre, az arcunkra, az érdekel a legjobban. És valahogy ezt szerettem volna mindig, vagy ezt szeretném bemutatni a festményeimen. Tehát egy rendkívüli dologra vállalkozott, egy olyan dologra, ami azt hiszem, hogy a hétköznapokon a miénk, csak nem merjük bevallani, ugye? Szociálpedagógusként fontos, hogy ezeket mindig tudja, hogy mikor mi történik, és ábrázolja? Tanultuk azt, hogy ez az arc, ez az állarc, amit viselünk, amit personának hívnak, ez elfed mindent, és ez a persona, ez olyan, hogy egy olyan kialakított maszkunk, amit igazából így a társadalmi elvárásoknak megfelelően alakítunk ki. És nagyon sok elfolytás van emiatt. És azok az emberek, vagy azok a személyiségek, akikre ez a persona ez így ráragad, vagy így megmerevedik, azok mindig is boldogtalanok lesznek, hogyha nem hozzák a felszínre az igazi énjüket. A másik Székesfehérváron bemutatkozó alkotó, Biszák László immár szekszárd legendája, aki minden képzőművészeti stílus irányzattól mentesen alkotja újjá mindazt, amit képzelete enged és technikai tudása, látásmódja hitelessé tesz. Sokféle képet festek, mondhatnám úgy, hogy nem vagyok elkötelezett egyik irányzatnak sem. Ez szinte mindig, ahogy ébredek, ahogy a napjaim telnek, úgy választom meg a témát, és hál' Istennek a technikát is úgy tudom variálni, elég sokféleképpen festek, akvarellel, akrillal, olajjal, amik itt vannak most, az zömibe akrill munka. Mi az, ami vonza? Mi az, amit szeretne mindenképpen megmutatni kicsit másként? Hát én az életet az én szemszögömből, az embereket, az emberek mozgását, a városokat, az utcákat. Régen a tanyák voltak divatban, a romos tanyák, meg azokat szerettem is, meg a csendéleteket, de ez már úgy a múlté, és én is egy kicsit más irányba kanyarodtam. Úgyhogy most a nagyvárosok fényei, az éjszakai hangulatok, egy-egy árnyék, egy-egy fénycsík az ember sziluettjén, tehát ezek, amik most érdekelnek. Köszönöm szépen! Én köszönöm! A tárlat megerősítést nyújt az alkotóknak és a képzőművészet barátainak egyaránt, gondolkodásra készít és segít megérteni önmagunkat a felgyorsult világ peremén bolyongva. Fények és árnyékok címmel Mozart művékkel folytatódott az Albarégia Szimfonikus Zenekar koncertsorozata. A Somorjai Ferenc bérlet keretében a zenekar vendége Szabó Alexa operaénekes volt.
Szent István művelődési házadott otthont az Albarége Szimfonikus Zenekar Somorjai Ferenc hangversenybérlet sorozata második estjének. A Fények és Árnyékok című koncerten Wolfgang Amadeus Mozart művei csendültek fel. A zenekar vendége volt napjaink egyik kivételes tehetségű fiatal operaénekese Szabó Alexa. Zenekari darabbal kezdjük és zárjuk a mai estet. A D-dur divertimento az, amivel kezdeni fogunk. Ez egy három tételes, nagyon frappáns és ötletes mű, és ezzel komoly kontrasztot alkot a koncertnek a második félideje, amit a Kis Bece nevű G-moll szimfónia, a 25-ös számú G-moll szimfónia fog kitölteni önmagában. Ez egyike azon kevés Mozart szimfóniának, ami a Sturm und Drang, egy nagyon heves és szenvedélyes érzelmekkel telített zenei stílusnak a vonzás körzetében készült Mozartnak a tollából, és egy nagyon intenzív élményt fog majd adni a hallgatóságnak. Dobszai Péter művészeti vezetőként is kiemelt feladatának érzi, hogy a szimfonikusok olyan fiataloknak is lehetőséget biztosítsanak a bemutatkozásra, akik a jövő csillagai lehetnek, és mint mondja, Szabó Alexa feltétlenül ebbe a körbe tartozik. Szabó Alexa a vendégem a zenekarnak. Ő a BA éveit, a főiskolai éveit a Győri Zeneművészeti Főiskolán töltötte, most Budapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Halmai Katalinnak a növendéke, egy szoprán énekesnő, aki két technikailag és érzelmileg is komoly kihívást jelentő Mozart koncertáriát fog énekelni. Szabó Alexa szoprán a Zene Akadémia végzős hallgatója számára megerősítést jelent a székesfehérvári meghívás, és az, hogy Mozarttal mutatkozhat be a klasszikus zene barátainak, különleges kihívás számára. Nagyon örültem a felkérésnek, meglepett, de nagyon örültem neki, így, hogy fél lábbal már a pályán próbálok lenni, de fél lábbal még az egyetemen. Mindig óriási öröm, hogyha a zenekarral zenélhetünk. És hát a mozarti zene pedig egy énekesnek a kenyere. Szóval Mozartot énekelni egy énekesnek tudnia kell, és hogyha egy Mozartot valaki hitelesen és szépen tud előadni, akkor az az énekes már nagyon felkészült énektechnikailag is, érzelemvilággal is, és zeneileg is. Úgyhogy ez nekem egy nagy kihívás, bár én hozzám nagyon közel áll a Mozart zenéje, én nagyon szeretek Mozartot énekelni szerencsére. Jól is érzi a hangom magát ezekben a művekben, úgyhogy reméljük, a közönségnek is tetszeni fog. Az esten megtapasztalhattuk, milyen is az, mikor a tehetség és a szorgalom kézen fogva jár. A kitartás az nagyon fontos, hogy az ember kitartson és bízzon a saját magában, bízzon a zene erejében, bízzon abban, hogy a saját gondolatait a zenén keresztül másoknak át tudja adni, és hogy azt a hatást tud elérni, de önmaga tud maradni. Ez egy nagyon nehéz feladat, de ugyanakkor egy nagyon hálás dolog is. Az Albarégia Szimfonikus Zenekar újra bizonyította, hogy az átgondolt műsorpolitika, a kérlet elképzelések megvalósítása a felgyorsult világban is komoly vonzerővel bír. Az idei utolsó aranyatérő beszélgetéseket rendezték meg az Arany Bulla könyvtárban. Bokros Judit vendége, a Vörösmarty Színház népszerű művésze, Kerkai Rita volt. Folytatódott az Arany Bulla könyvtár aranyatérő beszélgetések kulturális programsorozata. Az évadzáró találkozón a házigazda Bokros Judit a kiváló újságíró vendégeként, Kerkai Rita a Vörösmarty Színház színművésze rendezője vallott pályájáról. Az Arany Bulla könyvtárral együtt nagyon örülünk, hogy jönnek erre a beszélgetés sorozatra, valóban mindig van közönség, és tényleg igyekszünk olyan alkotókat bemutatni, akik hát egyrészt ismertek is, másrészt van olyan is, aki kicsit kevésbé volt ismert az utóbbi időben, vagy nem annyiszor szerepelt, mint mondjuk korábban, vagy már régen szerepelt, és akkor ebbe a sorozatba illeszkedve be az idei utolsó aranyatérő beszélgetésekbe hívtuk meg Kerkai Rita színművészt, rendezőt, éppen azért például, őt például éppen azért, mert hogy nagyon sok oldalú alkotó, ahogy ez az utóbbi években kiderült, tehát egyrészt
maga a színészet, mint nagyon komoly mesterség, azt is nagyon elismerésre méltó módon üzi, másrészt azóta már rendezőként is bemutatkozott, ismerjük, hogy kiállítása is volt, festményei vannak, és animációs kisfilmet is csinált a társaival, úgyhogy erről fogunk ma beszélgetni. Kerkei Rita élete a művészetek sokszínűségét hordozza, tartalmas alkotói léte a biztosíték arra, hogy képzőművészként, színművészként és a rendezői székben is kivételes érzékenységgel vezesse el a kultúra iránt érdeklődő emberfiát, a cseppet sem köznapi alkotói folyamat megismeréséhez. Színészet az egy olyan szakma, ami nem ér véget. Illetve azt gondolom, hogy minden szakmában folyamatosan fejleszteni kell magunkat, de azt gondolom, hogy ez különösen érvényes a színészetre, szóval, hogy onnantól kezdve, hogy az ember kikerül az egyetemről, folyamatosan keresi egyrészt a lehetőségeket, és másrészt meg azokat az alkotótársakat, impulzusokat, anyagokat, amivel saját magát tudja fejleszteni, és kreativitást lát benne. Most megérkeztél a rendezésbe, és én azt gondolom, hogy ez egy nagy kihívás mindenféle értelemben, hiszen remek darabok és olyan darabok jutnak neked, amelyek egyik oldalról kortárs, másik oldalról pedig azt hiszem, hogy ezek is nagy érdeklődésre tartatnak számot, pontosan ezért. Hát gyönyörű feladatokat kaptam ez alatt a, hát talán két év alatt, amióta ezzel foglalkozom. Hát Ulickája darabját rendezhettem meg, az Odaadó hívetek Surikot, aztán most volt a Mérleg bemutatója, Göncz Árpád írása, aztán korábban volt egy ifjúsági tantermi darab, a 7 nap, szóval azt gondolom, hogy nagyon elégedett lehetek, és ráadásul volt még egy nagy színpadi gyerekdarab is, a Csukás István írásából, szóval azt hiszem, hogy maximálisan boldog vagyok, hogy ezekkel a szerzőkkel és ezekkel a szövegekkel találkozhattam. Jut időd a képzőművészetre? Közben én egy picit ezt átértékeltem, ezt, hogy most képzőművészete az, amit csinálok, és rájöttem, hogy valójában én azt hiszem, hogy nagyon nagy a különbség az alkotói magatartás és az előadói magatartás között. És így rájöttem arra, hogy én amikor mondjuk képeket festek, és ez később egy lehetőségem van mondjuk egy kiállításon ezeket megmutatni másoknak, hogy akkor is valahogy én nem tudok teljes mértékben abba az alkotói attitűdbe 100%-ig beleállni. Nincs bennem az az elkötelezettség, az a türelem, az a folyamatos önképzés. Tehát én abban is valahogy így előadóként veszek azt gondolom részt, hogy nekem mindig fontos a megmutatás. És valahogy a Diótöröcskében találtam meg ennek a legideálisabb összhangját, ahol a darab része lett. A díszletbe bekerültek a rajzaim, azok lettek kiprintelve, és azt gondoltam, hogy van egy funkciója a dolognak, ez pótolja azt a tárgyi hiányosságot, ami nekem ezen a területen azért erőteljesen van. A mértéktartó és mégis izgalmas és tartalmas diskurzusban a színházbarátok közelebb kerülhettek, megismerhettek egy olyan csupa nagybetűs alkotó ember mindennapjait és ünnepeit, ami megerősíti hitüket a művészet örök létében. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.